Sem maradjon ki az adásunkban, egy kiváló énekes színészt hívtunk meg ide a stúdióba, Bud Gábor személyébe, szeretettel köszöntelek, akinek mindenki. Most november 21-én délután 3 és 5 óra között lesz közönség találkozója a Benc Úrházban. Remélhetőleg minél több terézvárosi nézővel, operett és musical kedvelővel. Gábor, azt hiszem, hogy egy közönség találkozó az mindig izgalmas, hiszen hát ugye amikor egy színész ott áll a színpadon, az egy dolog. Igen. Amikor kimegy autogramot adni színház után, előadás után, az egy másik történet, de hogy leülni a közönsége face to face, szemükben nézni és beszélgetni, az nem mindig adódik meg egy színész életében. Hát igen, és sokszor ugye a néző, aki minket fönt lát a színpadon, az valamilyen szinten egy idealizált képet szeretne viszont látni az életben, de hát mi sokszor ugye, tehát én tudom azt, hogy például amikor Jézust játszottam Szolnokon, akkor rendszeresen nekem jöttek olyan levelek, hogy akkor én biztos egy egészen más ember lehetek, pedig hát az csak egy szerep, tehát hogy ma Jézust játszom Szolnokon, holnap Mágnás Miskát játszom Zalaegerszegen, és akkor meg baracsmérnök vagyok, de igen. De ki az a Barcs? Hát az a lényeg, hogy ha jól azonosulunk a szereppel, uh-huh. akkor a néző elhiszi, hogy valóban én vagyok az, és ez jó, valamilyen szinten jó, de ugyanakkor hát nagyon nehéz utána visszatalálni, hogy hát én csak egy ember vagyok, aki ma ebbe a szerepbe bújok, holnap abba a szerepbe bújok, de ezek a közönség találkozók erre nagyon jó alkalmak, hogy megismerjenek engem, az embert, aki a színész. Na hát megpróbáljuk fölkelteni a nézők, illetve a terézvárosiak kíváncsiságát, illetve természetesen más területekről is várunk mindenkit, aki szeretne eljönni. Van egy fiatal emberünk, aki ugye gyermekkórusban énekelt már, egészen kiskorától kezdve a zenével, szoros szövetséget kötött. Amikor ilyen Bódi Magdi, Csepregi Évi és ez a korosztály, ugye elmondják, hogy rádió gyerekkórus, az teljesen természetes. Viszont nagyon-nagyon fiatal, és ebből az időszakból nem is tudom, hogy milyen volt a gyermekkórus. Tehát mennyivel volt más, mint a Bodka Valéria, Csányi László vezette? Én abban az időben voltam. Abban az időben, atya úristen, el vagyok tévedve. De nem merem megkérdezni, hogy hány éves, annyira fiatalnak. Itt tájulok el menten. Atya úristen, na jó, van annyira már én sem vagyok mai gyerek, de én még a Bodka Csányi időszakban voltam a rádió gyerekkorusban, de szóval igazából én nem oda tartoztam, hanem én az opera gyerekkorushoz tartoztam, uh-huh. mert engem oda vettek föl, csak miután én már viszonylag idős voltam, ugye hetedikes koromban vettek föl, és akkor már terhelhető voltam, ráadásul én szoprán egy voltam, tehát úristen. Fönt kukorékoltam a lányokkal együtt, és ezért azt ki akarták használni azt az időt, hogy fiú is, szoprán is, viszonylag terhelhető, úgyhogy engem vittek az operába is, és vittek a rádió gyerekkórusba is, úgyhogy ez egy nagyon
ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt az életemben. Bejártam akkor a világot a rádió gyerekkórussal, és ugyanakkor az opera színpadán meg a gyerekkórusos részeket. Egyébként nagyon kevesen vannak, akik mind a kettő kórusnak az életében részt vettek, én szerintem. Igen. De ez nagy feladat volt. Hát azt elhiszem. Gyorsan meg kellett tanulnom a repertoárokat, és akkor meg kell lenni ugye az iskolába is, hát azért valamilyen szinten tanulni is kellett, de közben turnéztam is, úgyhogy, de érdekes, így visszagondolva azt mondom, hogy nem volt megterhelő, mert minden élmény volt, minden dopping volt, és szivacsként szívtam ezeket magamba, és nem éreztem, hogy ez teher lenne. Ez egy érdekes dolog, hogy egy fiú szoprán, ugye, és a Wienerzinger Knaben az, ami kimondottan szoprán fiú gyerek hangokat keres, és egy fantasztikus hangzást tud adni. Ez az egész, a kórus éneklés, az mennyire tudta kihasználni az önadottságait? Olyan szempontból nagyon jó volt, hogy együtt kellett énekelni másokkal, tehát szólamokat kellett énekelni, az nagyon-nagyon nagy dolog, hogy úgy kell énekelnem, úgy kell tartanom egy szólamot, hogy mellettem valaki egy teljesen más dolgot énekel. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt, aztán fegyelem szempontjából nagyon jó volt. Ott nem lehetett össze-vissza énekelni, hiszen akkor kiszólok, vagy éppen nem szólok. Tehát sokat lehetett úgy tanulni, hogy én ezt nem tanulásnak éltem meg, hanem ezt egy természetes folyamatnak, hogy bekerültem oda, és akkor ugyanazt csináltam, mint a többiek. Tehát úgy tanultam, hogy igazából nem tanultam, hanem csak fölvettem a ritmust. Mikor derült ki, hogy a hang, az több, mint egy kórus hang? Ó, ez már nagyon régen, engem 6 éves koromban már egyszer fölvettek a rádió gyerekkórusba, csak akkor mi kiköltöztünk a 16. kerületbe, és ugye a rádió gyerekkórusnak az iskolája az a Somogyi Béla utcában van, és nem lehetett volna megoldani, hogy engem hordjanak a szüleim, és aztán ugye 6-os voltam, amikor az édesanyám még egyszer elvitt, és akkor már tudtam egyedül közlekedni a városba, és akkor már meg lehetett ezt csinálni. Lehet azt mondani, hogy ez egy egyenes ágú, felfelőívelő pálya gyakorlatilag, akkor első... Az éneklési részen, igen. Éneklési. Mi nem? Hát azért ugye volt egy mutálási időszak, én 7-es koromig tudtam énekelni, aztán 8. első fél évben egyszer csak elkezdtem mutálni, akkor már ki is kellett venni mindenből, hiszen nem tudtam énekelni. És akkor is énekelni akartam, de volt egy olyan, hogy akkor mit csináljak addig, amíg a mutálás befejeződik, és akkor én elmentem hangszerkészítőnek, azért nekem van egy orgonaépítő szakmám is, úgyhogy van azért ilyen polgári foglalkozásom, bár meg kell mondjam, hogy soha nem dolgoztam benne, mert már akkor sem annyira az érdekelt, csak az egyes csak, számú hogy a zene... hangszer az mégiscsak a hát torok igen, ezek szerint. Csak annyi volt a lényege, hogy a zene mellett maradjak, hogy a zenével foglalkozzam, de ez annyira speciális hangszerkészítés, az orgonaépítés, hogy igazából az nem az én világom volt, úgyhogy én minél hamarabb vissza akartam térni a zenéhez. Gondolom, a mutálás után sikerült, de maradjunk még ennél a mutálásnál, mert a srácok életébe és a lányok életébe is egy nagyon kemény dolog. Igen. Amikor egy fiú elveszti, pláne egy szépen csengő szoprán hangot, az egy trauma. Igen. Mennyi ideig tartott? Hogyan sikerült ezen lelkileg túl? Érdekes, mert akkor én fel is hagytam ezzel a dologgal, ugye akkor 3 éves iskolában jártam, az orgonaépítőiskola, és egészen véletlenül összetalálkoztam egy általános iskolai osztálytársammal, aki akkor a konziba járt. És ő neki mondtam, hogy esetleg vigyen már el egy énektanárhoz, hogy mégis mit tudok meg, most. Hogy mi lesz belőle. És akkor én így kerültem el a Németh Zsuzsához, aki akkor a konzervatóriumban volt az egyik énektanár, és ő mondta, hogy esetleg próbáljak meg felvitelizni, és akkor tulajdonképpen fölvettek, és onnantól kezdve iskolai megint, szinten. Megint jött igen, az igen. Egyenes hát után, akkor a tanulás, után akkor a tanulás. És ezt követte a Zeneakadémia. Igen, hát ugye 4 éves volt a konzervatórium, és akkor utána jött az egyetem, az meg újabb 5 év. Nagyon jó tanároknál tanult. Igen. Miért nem az opera lett aztán végül is? Hát a Liszt Ferenc után azért az ember azt várná, hogyha most az akadémiát elvégeztük, oké, hogy van benne, de gondolom egy tanári diploma is, egy énektanári diploma is. Na de hát innen már csak egy lépés lett volna az opera színpad. Hát ez valahogy nálam, én egy kicsit ilyen fekete bárány voltam, mert engem mindig is érdekelt a könnyű zene része is. Úgyhogy én párhuzamosan azért csináltam a musicaleket, már akkor színházban ilyen kisegítő dolgokat csináltunk, a gyárokból éneklés, és én azért a popzenében is ott voltam, tehát én vokáloztam zenekaroknak, írtam vokálokat, engem az a rész is nagyon érdekelt. És miután én párhuzamosan csináltam ezt a kettőt, valahogy nem éreztem magamban affinitást arra, hogy én csak az operára ráfeküdjek, hiszen az egy, akkor csak azt, és ott nem lehet más csinálni. Így viszont ugye csinálom a musicaleket, mellette csinálok operetteket, és az a kettő egy kicsit
kicsit, persze az is teljesen más hangképzés, de mégis a kettő jobban megfér egymással, mint hogyha én a könnyű zenét az operával akarnám vegyíteni, az nagyon nem működne. Most azt mondom, hogy álljunk meg egy percre, és hallgassunk meg egy felvételt Gábortól, mert remélem már kellőképpen fölcsigáztuk az érdeklődésüket. Miért kell halnom? Miért kell halnom? Miért? A csalokban! Meghallgatva, illetve látva ezt a felvételt, azt gondolom, hogy nyugodtan és bátran fognak ezek után elmenni és rákeresni, úgyhogy hol is játszik most éppen Bolt Péter, és mit lehet tőle hallani? Tessék? Bolt Gábor. Hát én hülye vagyok. A Bolt Péter az Ákos, igen. Jó. Te hülye vagyok. Látva és meghallgatva a felvételt, azt hiszem, hogy a nézők ezek után bátran rá fognak keresni, hogy hol is játszik Bolt Gábor, és hol lehet megtekinteni. Azt tudjuk, hogy a közönség találkozó november 21-én lesz a Benz Úrházban. Na szóval, akkor merre felé vagy most? Hát úgy működik ez a... merre felé van most? Mindegy, hát most tegeződünk, magázódunk, belefér egy élő adásba. Szóval én Zalaegerszegre vagyok szerződve, 2002 óta ott játszom, az anyaszínházam, és minden évben két darabot bevállalok Zalaegerszegen, és emellett most már évek óta, hosszú évek óta játszom Szolnokon is mindig egy darabban, valamint Szolnokon a szilveszteri gála műsorokban szoktam közreműködni. Mind a két színházat nagyon szeretem, és mind a két színházban megvannak azok a feladatkörök, amik közel állnak hozzám. De aztán közben nézem, van benne Madách Színház, van a Madách Pesti Színház, Magyar Színház, igen. Aztán Miskolc Nemzeti Színház. Igen, hát tehát... a Miskolc mostanában már nincsen, az volt a pályám elején egy négy vagy öt darabban voltam a Miskolci Színházban, és azt is nagyon szerettem, meg közben még ugye nekem volt Kecskeméten is egy darabom, egy Lili Báronő, sőt Győrben is játszottam Vörös Pimpernelt, de ezek ilyen kitérők voltak. A Madách Színházban most már ugye 10 éve megy, vagy nem tudom, lehet, hogy most már kicsit több is az Operász Fantomja, aminek kezdettől fogva, mint Raúl az egyik szereplője vagyok. És hát a Magyar Színházban meg megy a Vámpírok bája, amiben most már Krolok grófként vagyok az egyik főszereplő, Egyházi Géza barátom mellett, és azt nagyon szeretem. Szóval az egy olyan, hogy az mindig egy ünnep azt a szerepet eljátszani, úgyhogy örülök, hogy azt a darabot is sikerült megkapnom. Már mondjuk annak is a kezdetektől tagja voltam, de először mint Chagall voltam benne, meg van egy Nightmare Solo nevű szerep, ami igazából énekes ensemble, de egy kiemelt énekes ensemble egy nagy szóló számmal. És most már, hogy nem tudom, talán 3-4 éve játszom ezt a Krolokot is, és ez nagyon jó. Ez nagyon jó lehet együtt, ez a két hang, az Egyházi Gézának az a nagyon erős, markáns baritonja. Igen. És az ön hangja. Izgalmas, érdemes lesz megnézni. Hogy néz ki egy hétköznap, amikor Zalaegerszeg is van, meg Szolnok is? Hát, hogyha a Zalaegerszeg is, meg Szolnok is, az nagyon kemény. Volt már ilyen időszak az életemben, pont ez, hogy Szolnokon ugye Jézus Krisztus Superstárt játszottam, és Zalaegerszegen meg Mágnás Miskát. Tehát az egyik azért a rockoperák csúcsa, ahol visongani igen. kell fönt, és utána be kell állni egy másik darabba, ahol pedig, mint Bombiván énekelem a Bátorság és Nonchalance című. Igen, kiváló. Fizikailag hogy lehet bírni? Mert azért teljesen nehéz. Más, hogy kell beállni nagyon a nehéz. Toroknak. Hát fizikailag, ugye azt kell tudni erről, hogy a két város az 330 km egymástól. Tehát nekem rendszeresen volt az, hogy reggel próbáltam mondjuk Szolnokon, aztán 10-től 2-ig próba Szolnokon, beültem az autóba, 6 órára átmentem Zalaegerszegre, és 7-től próbáltam, vagy játszottam az előadást, és akkor még éjszaka hazajöttem, nekem Kistacsán van egy ház, ahol a bázisom van, éjszaka hazajöttem, lefeküdtem, és másnap reggel 10-re mentem Szolnokra próbálni. És akkor ez volt, hogy egy hétig ment így, mert a két darabnak egyszerre volt a bemutatója, tehát egyszerre próbáltam mind a két darabot. Igen, az nagyon fárasztó. De hála az égnek azért nem sokszor van ilyen, de néha összejön, néha így összecsúsznak a darabok, és akkor nincs mese, akkor menni kell. Ez úgy belegondoltam, hogy meddig
feszíthető az emberi tűrőképességnek, illetve a teljesítménynek nehéz. A határa. Nagyon nehéz. Ugye gondoljunk bele csak abba az utazásba, vagy abba, hogy el tudunk fáradni, igen. és akkor még végig játszani két főszerepet, igen. mert ugye igen. Jézus Krisztus az igen. a szuper főszerep, és a Bondi Vánce, a Baracs Grof is, tehát ez hihetetlen nagy igen. szerep a darabon belül. Igen. Egyébként, és akkor ilyenkor a kocsiban skálázik? A vagy... kocsiban nekem két dologban, vagy amikor már tele van a fejem, akkor zenehallgatás van, de általában én a kocsiban tanulok. Tehát nekem a következő, igen, én fölmondom magamnak Magnóra, meg fölveszem a dalokat, és akkor fölénekelgetem magamnak, és az megy nekem az autóba. Tehát nekem az autó az egy tanulási hely ilyen szempontból, vagy legalábbis rögzítési hely, mert hát az utazások azok annyi időt elvennének az életemből, hogy képtelen lennék felkészülni máshogy. Tehát nekem azt az időt ki kell használnom arra, hogy készüljek a következő feladatokra. Ezek után megkérdezem, hogy a családja mit szól hozzá, hogy ennyire szétszórtan éri az szerencsére mi eleve így ismerkedtünk meg a feleségemmel, ő is színész Zalaegerszegen, és a Marica grófnő volt az első darabunk 2002-ben, amiben mi egyetem megismerkedtünk és összejöttünk, és azóta az én életem ilyen, tehát neki ez nem újdonság. Uh-huh. Az övé is ilyen egyébként? Nem, ő egy helyben van, hiszen van egy 6 éves kislányunk, aki ott Zalaegerszegen jár most már iskolába, és valakinek muszáj koordinálni a családi életet, úgyhogy ő nem nagyon tudna így. Egyszer volt az, hogy Szolnokon mind a ketten játszottunk Bála Szavolyban című előadásban, és akkor azt csináltuk, akkor még a gyerek óvodás volt, hogy akkor leköltöztünk egy fél évre Szolnokra, és akkor azt, amíg ki nem játszottuk a darabot, addig ott is laktunk Szolnokon, és aztán mentünk vissza Egerszegre. Szóval nem egyszerű élet. Nem egyszerű. De azt hiszem, hogy nagyon sok öröm van az egészben. Olyan, mint szerepálom, létezik? Mert azt gondolom, hogy olyan jó szerepeket nem. játszik. Igen. Hál' az égnek viszonylag sok jó dolgot eljátszhattam, és hát remélem, hogy még lesz is, de nem mondanám, hogy van ilyen, hogy szerepálom. Mindegyikben meg kell találni azt, ami hozzám közel áll, és akkor ebből nincsen probléma. Most például Denevért fogok játszani Szolnokon, és ráadásul mind a két férfi szerepet, az Eisensteint is, és az Alfredot is egyszerre, tehát hárman leszünk a két szerepre, és én mind a kettőt csinálom. De jó. Nagyon jó dolog. Szóval, nagyon nehéz, mert ugye az már végül is valamilyen szinten egy operai feladat, de nagy feladat, és örömmel fogom csinálni mind a két szerepet. Ugyanakkor Zalaegerszegen is játszom, most például a Dr. Hercet játszom, amiben ugyancsak egy dalom van, a Szent Péter dala, de az is olyan, egy dal, és akkor az egy jó dal. Kiindultunk a rádió gyerekkórusából, illetve az opera kórusból, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon kerek és nagyon szép ez a karrier, de mindig vannak azért álmai, amikor azt mondtam, hogy szerepálom, akkor lehet, hogy nem jól fogalmaztam, mert azért volt egy álma, hogy szimfonikus zenekarral megvalósítani egy koncertet. Igen. Hogyan jött ez össze? Hát úgy, hogy a Művészet Pártoló Alapítvány, aminek Szemánné Pap Éva az összefogója és a létrehozója, ő tulajdonképpen egyszer csak becsöppent az életembe, és fölkarolt engem olyan téren, hogy például ő csinálja nekem a Facebookon ezt a hivatalos oldalamat, akkor ő csinálta a honlapomat. Szóval ugye a háttérből szervezgeti az én életemet, ezt az egész közönség találkozót is ő hozza össze, sőt, ami nekem volt már egy ilyen nagy koncertem az Uránia moziban, és azt is egy-egyben ő szervezte meg, tehát ő hozta ezeket létre, nélkül ez nem menne, mert nekem erre nem lenne energiám. Tehát hiába szeretném, egyszerűen nem férne bele, hogy én ezeket megszervezzem, de szerencsére ő támogat engem nagyon, és nagyon sokat köszönhetek neki ebbe, hogy egyáltalán a közönséggel való kapcsolatom az létrejöjjön, az neki köszönhető. Mert hogyan ha ő nem készül lenne, akkor... most erre a közönség találkozóra, mivel várja? Igazából nincs tematikája, tehát valószínűleg ugyanez lesz, hogy le fogok ülni, elkezdem mondani az én kis mondókámat, hogy itt születtem, itt nőttem föl, itt tanultam, most ezt csinálom, és hát ott is lesz egy 4-5 nóta, amit közben majd el fogok énekelni a közönségnek, és aztán ez át szokott menni egy ilyen beszélgetősbe, és akkor kérdeznek, válaszolok, ennyi, szóval nem akarok én ebből, azt szeretném, hogy közel legyünk a közönséggel, tehát ne az legyen, hogy én vagyok egy ilyen megközelíthetetlen valaki, aki majd beszél egy ilyen üvegfal mögül, hanem hogy ott ül a közönség, itt ülök én, kérdeznek, válaszolok, ott vagyok velük, köztük, közben énekelek, és érezzük jól magunkat ebbe a két órába. Reméljük, minél többen el fognak jönni a közönség találkozóra november 21-én a Bencz úrházba, szombaton délután 3 és 5 óra között találkozhatnak Bodh Gáborral, aki egy kiváló egyéniség, egy remek színész, érdekes és egy remek hangi adottsággal rendelkezik, mindez élő
élőben megtapasztalhatják és ember közelben találkozhatnak vele. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, és most tekintsék meg még egyszer az Ez történt a héten című összeállításunkat. Én elköszönök önöktől, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra.